Az elmúlt egy hét fontosabb községi eseményeit, híreit hallják, látják az elkövetkező percekben. Kiemelt témáink. Új kikötőállomás nyílt a Tiszán. A rendőrség 3 új vízi járművet kapott. Igényelhető a talajminta elemzés a falugazdászoknál. A falu napját ünnepelték a kishomokiak. Kameránkkal jártunk a horgosi nagycsaládosok és a magyar kanizsai cserkészek táborában. Tekintsék meg részletes beszámolóinkat, nézzék a magyar kanizsai körképet. Átadásra került a Magyar Kanizsai Kajakháznál elkészült új folyami határátkelő állomás. Július 24-én ez dr. Bimbó Mihály magyar kanizsai polgármester, Branislav Bugárszky tartományi titkár és Csókási Eszter, a Duna Kőrös Maros Tisza Eurorégió fejlesztési ügynökség vezetője adta át rendeltetésének. A beruházást egy 2013 és 2015 között megvalósított IPA határon átnyúló együttműködési projekt tette lehetővé, amelyet az Európai Unió támogatott. Az Across the Tisza elnevezésű projekt új folyami határállomások létrehozását vette tervbe a magyar-szerb Tisza szakaszon. A 1,5 millió euró értékű projektben Magyar Kanizsa község, mint partner 200 000 eurót használhatott fel. Ebből épült meg ez a minden uniós elvárásnak megfelelő kikötő, amely az első nemzetközi kikötőállomás lehet az országban, de emellett a község 3 vízi rendészeti járművet is vásárolt. Egy járőrhajót a folyami rendőrség, 2 nagyobb csónakot pedig a katasztrófa védelem kap. Az IPA program vezető partnere a DKMT Eurorégió fejlesztési ügynökség volt, mellette pedig még 4 partner vett részt benne. Az Alsó-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság, a Csongrád megyei rendőrkapitányság, Magyar Kanizsa község, valamint Vajdaság autonóm tartomány. Magyar Kanizsa számára a megvalósult beruházás egy újabb siker és eredmény, nyilatkozta a helyszínen dr. Bimbó Mihály. 2 éves kemény munka van mögöttünk, melynek során magyarországi és vajdasági partnereinkkel azon dolgoztunk, hogy a magyar-szerb folyami határátkelő állomásokat hozzunk létre a Tisza folyón. Tettük ezt azért, mert nyilvánvaló, hogy Tisza menti községként a folyó általános fejlődésünk katalizátora. A projektum révén önkormányzatunk birtokába került 3 móló és 3 hajó. Az így megerősített infrastruktúrának köszönhetően különböző utasszállító hajók, csónakok, jachtok köthetnek ki majd az újonnan vízre helyezett mólókon. Ez pedig azt jelenti, hogy megteremtettük a föltételit a jelentős folyami személyforgalomnak, és új lehetőségeket teremtettünk a belföldi és nemzetközi folyami turizmus számára is. A kétoldalú projekt elsődleges célja az volt, hogy életet leheljen a jelenleg alvó állapotában levő Tiszába, fogalmazott a vezető projektpartner képviselője. Jelenleg sem a személyforgalom, sem a teherforgalom sajnos nem túl erőteljes ezen a folyón, holott Közép-Európa második legnagyobb folyójáról beszélünk. Ennek feltérképeztük az okait, a hiánya a határátkelő helyeknek, valamint a megfelelő kikötési pontoknak volt az, ami miatt a turisták nem igazán érdeklődtek ez a térség iránt. Innentől kezdve átadásra kerültek mind Magyar Kanizsán, mind Szegeden azok a megfelelő objektumok, ahova ki tud kötni kishajó, nagyhajó, kajak, utasszállító hajó, és a határőrzítés rendszerek megfelelően tudják kezelni az okmányokat, valamint kialakításra került egy dunai és egy tiszai vízi útvonal, ahol 5 nyelven összefoglaltuk az érkező turistáknak, hogy hol tudnak kikötni, mi vár rájuk a kikötőbe, tudnak-e tankolni, vizet, áramot vételezni, szállás és éttermi kínálatot prezentálunk feléjük, és elmondjuk, hogy miket tudnak látni a térségünkbe. Szintén elkészítettünk egy közlekedési tanulmányt, amely azt térképezte föl, hogy a ezeket az infrastruktúrális elemeket hogy tudjuk összekötni közúttal, vasúttal, hogy a kombinált szállítmányozás is megpróbáljuk megvalósítani a Tiszán, hiszen pillanatnyilag ez a legolcsóbb és a legkörnyezetbarátabb szállítmányozási mód.
A tartományi kormány képviseletében Branislav Bugarski régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár volt jelen, aki kiemelte. A tartomány 2007 és 2013 között mintegy 50 millió eurót kamatoztatott az IPA projektekből. Hozzátette, a tartományi kormány továbbra is eltökélt a kétoldalú kapcsolatok és fejlesztések mellett, és mindent megtesznek azért, hogy a Tisza valóban nemzetközi hajóúttá válhasson. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a vámvizsgálat minél egyszerűbb és gyorsabb lehessen. Ennek lehetőségéről az illetékes minisztérium képviselőjét kérdeztük. Természetesen a turizmus egyáltalán nem tűri a várakozást, a határvárakozást, illetve a formalitásokat, a dokumentálást, így mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy leegyszerűsítsük ezeket a folyamatokat, és hogy újabb és újabb határátkelőket nyissunk meg Magyarország és Szerbia között. Erre már ugye van is példa, és nem csak ugye a Magyarországról beszélünk, hanem a többi szomszédos országgal kapcsolatban is, mert egyszerűen ez a turizmusnak az alapfeltétele, éppen annyira alapfeltétele a forgalom felgyorsítása és a várakozási idő csökkentése, mint például a turisztikai infrastruktúra kiépítése, amit ma is ugye láthattunk az új kikötő átadásakor. Megemlítjük még, hogy a projekt keretében szerb nyelvtanfolyamot szerveztek a magyar határrendészeti szervek dolgozóinak, a szerb határ- és vámrendészeti munkatársak számára pedig magyar nyelvtanfolyamot hirdettek. Az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szegedi kikötő kotrását végezte el, ami jobb megközelítést ad a kikötésre váró hajóknak, csónakoknak. A Csongrád megyei rendőrparancsnokság pedig a Tisza belvárosi szakaszán egy kétszintes úszóművet készítetett el a vám ellenőrzéshez. A magyar kanizsai átadási ünnepségen az is elhangzott még, hogy mindkét ország közösen kéri majd az Európai Bizottságtól, hogy a Tisza része legyen az európai hajózási térképeknek, ami újabb lehetőséget adhat az idegenforgalmi és gazdasági fejlődéshez. A projektpartnerek mindannyian egyetértettek abban, hogy a most megkezdett utat tovább kell járni, és az elvárások között szerepel egy tiszai, rendszeres személyforgalmi hajóút is. A szerbiai kormány, illetve a turisztikai minisztérium idén új akcióba kezdett, amelynek célja a hazai idegenforgalom népszerűsítése, növelése. Ennek keretében több mint 250 hazai vendéglátóipari létesítményben kaphatnak kedvezményes áru szállást azok a polgárok, akik azt igénylik. Az 5000 dináros nyaralási utalványt augusztus 1-e és november 20-a között használhatják fel a polgárok. Jelentkezni a megfelelő dokumentáció felmutatásával a legközelebbi postahivatalban lehet. Az akció eredményeiről és részleteiről Magyar Kanizsán az illetékes államtitkárt kérdeztük. Ennek természetesen előfeltétele az volt, hogy először is megismerjék a turisztikai kínálatot, mert sokan ezzel a lehetőséggel még nem éltek, és ezek után akkor itt is tudnak nyaralni, vagy telelni. A fő cél az volt, hogy a turisztikai idényt meghosszabbítsuk, tehát szeptember, október, november, amikor már a vendéglátóipari kapacitások ugye nem telítettek, ezért augusztus 1-e és november 20-a között lehet kihasználni ezeket az utalványokat, de igényelni október 15-ig lehet őket. A másik fő cél, és lehet, hogy ez az elsődleges, ugye a gazdasági cél, ha figyelembe vesszük azt, hogy körülbelül 900 millió eurót költünk külföldi nyaralásaink alkalmával évente, és ennek egy 10-15%-a, ha itt maradna hazánkban, az már egy 100 millió eurós összeget jelent, és ebből el tudjuk képzelni, hogy mennyi infrastruktúrális beruházások jöhetnének létre teljesen önerőből, és ehhez az önerőhöz, ha még a hazai, illetve a külföldi pályázati pénzeket hozzátesszük, illetve a határon átívelő projektumok lehetőségét, akkor hasonlóképpen, mint szomszédaink, mint Magyarország, önerőből is fel tudjuk lendíteni gyógyfürdőinket, a falusi gazdaságainkat, síközpontjainkat és minden más kínálatot. Eddig mintegy 7000 polgár igényelte ezt a fajta kedvezményes üdülést, amivel csak eddig 40 000 vendégészakát foglaltak le szezonon kívül.
A legkedveltebb utazási desztinációk között szerepel a Tara, Zlatibor, Vrnyacskabanya. További információkat az Idegenforgalmi Minisztérium honlapján találnak. www.mtt.gov.rs Aktuális mezőgazdasági témákról tartott sajtótájékoztatót a községi tanács illetékes tagja. Halász Mónika elsőként arról tájékoztatta a mezőgazdasági termelőket, hogy a falugazdász irodában már igényelhető az ingyenes talajmintaelemzés. Az önkormányzat tavaly 600, idén már 1500 mintavételt biztosít, amit a zentai mezőgazdasági állomás szakemberei végeznek majd el. A költségvetésből erre 3 millió dinárt fordítanak. Egy-egy termelőnek 10 mintát finanszíroz, maximálisan 10 mintát finanszíroz az önkormányzat, és egy minta maximum 5 hektárra vonatkozik, tehát egy eredmény egy mintából maximum 5 hektárra vonatkozhat, amit a termelőnek magával kell hozni az adatain kívül és a gazdaság bejegyzésen kívül, pontos parcellaszámok, azokra a parcellákra vonatkozóan, amelyeken szeretné elvégeztetni a talajelemzést, visszamenőleg, hogy milyen volt a földben, tehát milyen kultúra volt a földben, és a vetés terve előre láthatóan 4 évre, hogy mit szeretne vetni az adott parcellán. A tanácstag még elmondta, hogy az ősz folyamán idén is szerveznek majd lakossági fórumot a termelőknek azzal a céllal, hogy az elemzés eredményeit megtanulják értelmezni. Az analízissel kapcsolatban a falugazdászokat hívhatják a 874-236-os telefonszámon. Halász Mónika arról is adott tájékoztatót, hogy most van folyamatban a mezei utak évenkénti rendezése Magyar Kanizsa, Orom, Völgyes, Velebit és Kispiac kataszteri község területén. Ennek költségét mintegy 15 millió dinár értékben az állami földek bérletéből és a NISZ kőolajipari részvénytársaság eszközeiből pénzeli az önkormányzat. A munkálatok kivitelezője a Szabadkai Vojput részvénytársaság, amely a közbeszerzési eljárásban erre a legjobb ajánlatot adta. Összességében 13 kilométernyi földutat hoznak rendbe a munkagépek. Ezek olyan szakaszok, olyan útszakaszok és olyan munkálatok, amiket a termelők saját gépeikkel vagy saját erővel nehezen vagy nem tudnának elvégezni. Ezért van szükség nehéz erőgépekre, munkagépekre, ezeknek a nagyobb munkálatoknak az elvégzésére. A tavalyi évben a többi kataszteri községben voltak végezve munkálatok. Az idei évben, ugye, aki tavaly nem jutott sorra, helyi közösség, oda most mentek a gépek, most zajlanak a munkálatok, és jövőre ismét kezdődik a kör, és ismét azok a helyi közösségek kerülnek sorra, amik az idén nem voltak. A tanácstag még elmondta, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap azok számára, a mezőgazdasági termelők számára is lehetővé teszi az üzemanyagtérítést, akik saját maguk vagy összefogva másokkal elvégzik a mezei utak rendezését. Idén is megszervezték a falunapi rendezvényüket a Kishomokiak. A közigazgatásilag Martonos helyi közösséghez tartozó településen 120-an élnek, mégis nagyon sokan innen származtak. Számukra különösen fontos, hogy évente egyszer itt találkozzanak, beszélgessenek, hogy felelevenítsék az emlékeket. Harmadik éve tartják a falunapját a helybeliek, és mindenképpen szeretnék, hogy ebből hagyomány szülessen. Tehát ezt jó volna továbbra is bővíteni. Tehát így is próbálkozunk mindenfelül összeszedni, akik elköltöztek Kishomokról, de nagyon úgy néz ki, hogy visszatérnek az emberek erre a régi Kishomokra. Hát tehát itt van itt egy tanítónénink, aki Szabadkán lakik, ő is összeszedtük neki a diákait, egy osztálytalálkozót is szervezünk ebből az alkalommal, úgyhogy remélem, hogy a következőkben még hosszabb programokat, meg
több mindent tudunk valósítani róla. Július 25-én szombaton a falunapi program ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet dr. Zapletán Géza magyar kanizsai esperes plébános celebrált. Ezt követően művelődési műsor szórakoztatta a közönséget. Felléptek a horgosi, a martonosi és a kishomoki néptánc csoportok, valamint a kispiaci asszonykórus. A helybeli fiatalok egy civil szervezeten keresztül tavaly röplabda pályát építettek ki, ami nagyon népszerű. Itt főként nyáron minden este játszanak a fiatalok. Nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is jönnek ide. Az a legnagyobb gond, hogy nagyon szerény körülményeket tudunk megoldani, mert nagyon kevés pénzek jönnek innen Szintesémáról, és akkor nagyon fájó, hogy kellene ezt bővíteni. Tehát itt pénzkérdése az egész, amiről szól a játék. Sors Endre még hozzátette, a martonosi helyi közösség munkájával elégedettek, a helyi önkéntes járulékból befolyó összegeket arányosan kapják meg a települések. A kishomoki falunapot megtisztelte jelenlétével a magyarországi Gátér község önkormányzati küldöttsége is. Ez a település Kiskunhalas és Csongrád város között található. Martonossal tavaly kötöttek testvértelepülési együttműködési szerződést. Gátér község is hasonló gondokkal küzd, mint a mi településeink. Sajnos, az a baj, hogy sajnos szót is ugye be kell, hogy ugye iktassak, ugye a lakosságunk folyamatosan fogy. Öregszünk, fogy. Nagyon-nagyon lassan akar ez a fajta folyamat megfordulni. Talán azért majd fiatalok is kezdenek megmaradni nálunk, de sajnos még a talán szót is még azért bele kell tenni. Voltak, akik sütöttek, főztek, hogy a jó hangulathoz a kellemes falatok is hozzájáruljanak. A magyar kanizsai Dukai Ferenc szülei kishomokiak voltak, és ezekre a gyökerekre a leszármazottak is büszkék. Édesanyámék itt születtek, nagyszüleink itt éltek, és mondhatom azt, hogy gyermekkorunkban itt nőttünk fel, tehát nagyon nagy a kötődöttségünk ehhez a kis településhez. Sajnos ez a kis település, lehet, hogy nagyon csúnya szó, amivel élünk, kihalóban van, azért is eljövünk, minden évben itt vagyunk, és próbáljuk a falunapnak a színvonalát növelni. Az idén is egy birka paprikás főztünk, hát mit főzünk faluhelyen, ugye? Unokatestvéreink lecsaptak gyorsan, frissen egy nagyon szép birkát, és ilyen tanyasiassan, parasztosan főzzük, mint valamikor is a tatáék, nagymamámék főzték, tehát nem használunk bele semmi olyan újdonságot, még vegettát se, mint az újdonsült főzőmesterek. Megpróbáljuk hagyományosan megfőzni, jó társasággal, rokonokkal együttesen, utána elfogyasztani, amit főztünk. A művelődési műsort követően lakodalmas zenekar muzsikált az egybegyülteknek, a délután folyamán pedig röplabda versenyeket szerveztek. Este szabadtéri diszkó várta a fiatalokat. Szerencsére a magyar kanizsai tűzoltó laktanyában állnak a tűzoltó autók. Az elmúlt hetekben az aratás ideje alatt elenyésző számú tűzeset történt, köszönve a tájékoztatásnak és a termelők odafigyelésének, mondja a helybeli önkéntes tűzoltó egyesület elnöke. Az emberek, kombájosok, traktorosok betartották azokat a rendeleteket, amiket ugye mink már ott elmondtunk nekik az ellenőrzés alkalmával. Itt meg kell azért elmondani, hogy egy pár eset azért mégis történt, ugye. Köszönhetve ugye ennek a forróságnak. Két alkalommal kombájtól gyulladt ki tarló, és a buzába is belement.
de gyors beavatkozásnak köszönhetően ez hamar meg lett fékezve. A mostani ez a forróság, ez kihat mindenkire, úgy a gépekre is, tehát én megkérném továbbra is a traktoristákat, akik kimennek a földekbe, hogy a szikrafogót azért használják, mivel az sokat segít arra, hogy nem dobálja a szikrát, és nem gyullad fel a tarló. Júliusban eddig 10 tűzeset tarló tűz történt. Egy esetben búza is égett, de nem nagy területen. A tűzoltók hamar közbeléptek. Minden helyi közösségben volt kiemelt ügyelet. Magyarkanizsán, Horgoson és Ormon állandó ügyeletet tartottunk 15 napon keresztül, és köszönve a járművezetőknek is betartották, és ezért az idén is megúsztuk nagyobb káresetek nélkül, tüzek nélkül. A meteorológusok továbbra is forró napokat, heteket jósolnak. A tűzoltók tanácsai a következők. Mi elmondtuk már számtalanszor, még ez le is van írva egy törvénybe, ugye, hogy a gabonát, a behordott szalmát, hogy hogyan kell tárolni. Tehát lássuk azt, ilyen rossz idő, tehát villám, jó idő után lehet egy hatalmas vihar, és ahova lecsap a villám, ugye az nem válogat. Legtöbbször a gazdasági udvarokba szokott ez lecsapni, és ezért a szalmákat mindig mondjuk, hogy ne tároljanak egymás mellett hatalmas területeken rakásokat, hanem ezt osszák be, és akkor különböző rétegekbe hagyjanak helyet annak, hogyha ne terjedjen egyik a másikra. Odahaza pedig nagyon kell vigyázni ezekre a ventilátorokra, berendezésekre, mind ami hűtésre vonatkozik. Nem szabad ott hagyni felügyelet nélkül, mert ugye meghibásodhat bármilyen kábel, és ezektől ugye tűz eset. Ezek a legnagyobb veszélyforrások most jelen pillanatban, a hűtő berendezések. A községbeli hivatásos és önkéntes tűzoltók mindig készenlétben állnak. Hogy elmondjam, a hivatásos tűzoltóállomány is elég leapadt, tehát 6 fővel rendelkeznek. Mi megpróbálunk úgy, ahogy bírunk, segíteni nekik a munkába. Horgoson is van egy állandó ügyeletünk, akit ugye fizetünk. Így Ormon szintén van ütőképes gárda, tehát az egész községet lefedjük. Nem árt elégszer elmondani. A tűzoltókat vezetékes telefonról a 193-as szám beütésével érhetik el, mobiltelefonról pedig hívják a 024 4 877 107-es telefonszámot. A Magyar Kanizsai Zöldvilág Környezetvédelmi Civil Szervezet a héten 20 új szemetest helyezett el a város központjában, a városháza előtti kis parkban és az autóbusz megálló melletti parkban. Az önkéntesek két este szemétgyűjtést is szerveztek, és ahogy felvételeinken látszik, az itt tartózkodó néhány menekült segített nekik. Az egyesület tagjai ezen kívül arab nyelven írt üzeneteket is kihelyeztek mindenhová, amiben arra kérik az ideérkező migránsokat, hogy ne szemeteljenek, ügyeljenek a tisztaságra. A környezetvédők azt is elmondták, a menekültek megígérték, továbbítják ezt az üzenetet saját közösségi oldalaikon azoknak, akik ezután érkeznek majd ide. Az egyesület tagjai azt mondják, ha szükség lesz rá, folytatják a szemétszedési akciójukat. A Magyar Kanizsai háromcsillagos Art Garni Hotelt és az Art Cafét üzemeltető Kanizsa Turizmus Kft. Visszanemtérítendő támogatást nyert a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Hírközlési Minisztériumnál 3 millió 100 ezer dinár értékben. A pályázatot a helyi önkormányzatok számára írták ki voltaképpen, hogy azok növeljék a helyi idegenforgalmi kínálatot és azok minőségét. Az elnyert összegből a hotelben a reggelizőtermet és a konyhát szerelik majd fel, hogy az megfeleljen a hotel által nyújtott minőségi szolgáltatásoknak. Az erről szóló szerződést júliusban írták alá az érintett felek, a közbeszerzési eljárás után pedig a munkálatoknak októberre kell befejeződniük. Ide tartozik még a hír, hogy július 22-én a minisztériumi szakbizottság látogatást tett a hotelben, és újabb 3 évre megadták a létesítménynek a háromcsillagos és az Art Garni besorolást. Velibor Vránics igazgatótól megtudtuk, hogy a hotel 2 éve része a világ legnagyobb nemzetközi szállásfoglalási rendszerének, a Booking.com-nak.
Tavaly az ezen a rendszeren keresztül itt megszállt vendégek 10-ből 9,6-esre pontozták a hotel szolgáltatásait. Mint ismeretes, a Magyar Kanizsai Art Garni Hotel 12 szobával, 3 apartmannal és 9 1-2 ágyas szobával rendelkezik. A vendégek 60%-a külföldről érkezik. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is megszervezi Vajdaságban a Magyarok Kenyere program keretében a búzaadományok begyűjtését. Községünkben erre július 22-e és 30-a között kerül sor. A felajánlott búza mennyiséget egy vajdasági malomban fogják lisztre cserélni. Szimbolikusan csak egy zsáknyit visznek át Magyarországra az összeöntés ünnepére. Az adományokból gyermekekkel foglalkozó intézményeket és családokat szeretnének támogatni, akik erre ténylegesen rászorulnak. Felajánlásaikat fehér, szőtt műanyag zsákban az adományozó nevének, lakhelyének és a búza fajtájának feltüntetésével a következő személyeknél és vállalatokban adhatják át. Magyar Kanizsán Sztojanovics Alexandernál, Kispiacon Kovács Gézánál, Martonoson Jurgács Irénnél, Oromhegyesen Kávai Ferencnél, Tótfaluban Apró Józsefnél, Horgoson az Agroszani üzletben munkanapokon 16 óráig, Adorjánon a kontaktvállalatban munkanapokon 7 és 15 óra között, Oromon pedig a Mlinostep vállalatban munkanapokon 14 óráig. Új színházi előadás készül a regionális kreatív műhelyben. A Médeja egy újfajta értelmezését, feldolgozását a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemen idén végzett Cseh Dávid írta és rendezte. A próbákra mi is belestünk. A főbb szerepekben magyarországi és vajdasági fiatalok láthatók, Kis Anikó, Léphaft Ágnes és Tóth Laura. A készülő táncelőadás voltak éppen egyfajta tudományos és művészeti kísérlet az antik görög és római tragédiák, valamint a középkori japán no játékok ötvözésére a színpadon, nyilatkozta előjáróban a rendező. Tudományos berkekben tulajdonképpen közhely, hogy bár az antik görög színházról nem tudunk olyan nagyon sokat, a darabokról többet tudunk, valamilyen egybecsengést, hasonlóságot mégiscsak felfedezni vélünk a középkori no játékkal, a középkori no színházzal. Mind a kettő tulajdonképpen a színház ősi ritualisztikus gyökereihez nyúlik vissza, és mind tematikájában, mind formájában nagyon-nagyon izgalmas összecsengéseket fedeztem fel, amikor elkezdtem foglalkozni az anyaggal. Például a no játékok között van több olyan darab is, mely mintha a Médea alapmotívumaiból lenne összevágva, vagy szétszedve. Tehát tulajdonképpen nem is volt olyan nehéz egy no drámát írni a Médeából. Mennyire modern ez az előadás? Minden igyekezetünk szerint eléggé. Igazából, mint mondtam, ez egy kísérlet. Tehát szeretnénk olyan részeket tenni az előadásba, ami mindenki tetszésére lehet, de azért lesznek nehezebb részek is az előadásban. Szerintem pont a két kultúra találkozása az, ami igazán izgalmas lesz a produkcióban, és ez valamikor könnyű, valamikor eléggé nehéz pillanatokhoz vezet. Az alkotók arra keresik a választ, hogy a görög mítoszok kegyetlen asszonya, Médeja, milyen büntetésben részesül tetteiért, és hogyan küzd meg lelkiismeretével. A darab zenéjét Márkos Albert rendezte, a minimalista díszlet és jelmez pedig Nagy Szilvia munkája. A mi feladatunk, vagy a mi számunkra kihívás ebben a történetben az, hogy különböző stílusjegyek, akár a mozgásszínház, vagy a japán no-színházból olyan elemeket beemelünk, átalakítunk, reflektálunk, amelyeket izgalmasnak tartunk, hogy megmutassunk akár a jelenkorban, ugye? És hogy ez egy nagyon érdekes ötvözete az autentikus mozgáskultúrának, az, amely átáramlik rajtunk a gyakorláson keresztül egy modernebb, egy fizikai színház, vagy akár mozgásszínházi verzióba. Az improvizáció belefér-e? Hát különösen a
a folyamatban inkább. Aztán a végén ez fixált dolgokat látnak a nézők, azzal, hogy megmaradhat ez a lendülete, amely akár improvizatív jelleget sugall. A Magyar Kanizsai Közönség augusztus 8-án szombaton a Művészetek Házának kis színpadán láthatja a bemutatót 20 órától, aztán pedig remélhetőleg további vendégszereplések várhatók. Hát ez olyan, mint az autó és a reflektor és az este 10, tehát nagyjából egy olyan 2 hetet látunk előre, mert annyit világít meg a lámpa. Minden esetre én nagyon szeretném, hogy az előadás sokszor színre kerüljön, és nagyon szeretném Budapestre is elvinni majd, hogyha megfelelő visszhangra lel. Felvételt is készítünk, úgyhogy szeretnénk, hogyha a magyarországi szakma is megtudna róla egy smást. A produkció létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap, a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, valamint a Magyar Kanizsai Önkormányzat támogatta. Már a kereken 20. nyári intenzív tánckurzust szervezték meg a Magyar Kanizsai M+ Táncklubban. Az ezen a héten az ifjúsági otthonban zajló táncműhely munkájában magyar kanizsai táncosok és tanárok vesznek részt, főként jazzbalettet és kortárs táncokat gyakorolva. A két korosztály több koreográfiát készít. Hát sajnos most először fordult elő 20 év alatt, hogy lemondták a nemzetközi részvét, tehát a külföldről meghívott tanárok a részvételt a helyzetre való tekintettel, és de nem kell elfelejteni, nekünk nagyon jó edzőjeink vannak, köztük Loncsár Milica, aki ugye kortárs balett szakközépiskolát fejezett, ezen kívül Rácz Ágnes, Ivkovics Anna, és jó magam foglalkozok most a gyerekekkel. A kisebb táncos lányok is több koreográfiával foglalkoznak. Kovács Gyólai Emmának a jégvarázsa kedvence. Sok új dolgot tanultak. Előtte is tanultuk az ilyen tartást, meg ilyet, de most még jobban oda kellett figyelni rá, hogy szépen tartjuk magunkat, meg kihúzzuk magunkat. Hétfőn elkezdtünk a kortárs balettet, egy koreográfiát tanultunk be, ami hát 3 perces is eléggé fárasztom, hogy a tartásra mindenre kell figyelni, és ugye még hát ma jóformán elkezdtük ezt a modellt, hát ebben még nem vagyunk kész, de nekem nagyon tetszett az a balettos, most az nagyon a szívemhez nőtt, és hát az én nehéz volt, meg hát ilyen gyorsabb, dinamikusabb a mozgás. Az M+-osoknak ez jó felkészülés. Szeptemberben például egy nagy nemzetközi táncversenyre hivatalosak Németországba. Ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, mert ezt a versenyt egy nagyon híres fotós szervezi, és ő teljes ellátásunkról fog majd ott gondoskodni. És aztán házigazdák is lesznek az ősz folyamán. Igen, november közepén pedig mi szervezzük az Európa Open nevű 16. alkalommal megrendezésre kerülő versenyt, ahova hát a környező országokból reménykedjünk, hogy el fognak jönni a versenyzők. A táncműhely keretén belül a hétvégén a kötélugrást népszerűsítő tanfolyam is várja az érdeklődőket. A sportág megismertetése céljából a klub ősztől kötélugró szakosztályt indít, ami lehetőséget nyújt az itteni fiataloknak, hogy megismerjék ezt az egyre népszerű sportágat. A nagykanizsai testvérvárosi kapcsolatokat kihasználva az ottani egyesület, tehát a Szandiából jön 4 edző, 2 akrobatika tanár és 2 kötélugró edző, aki ezt a sportágat segít nekünk meghonosítani itt Magyar Kanizsán. Akinek most felkeltettük az érdeklődését, hova jöjjön és mikor jöjjön? Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt az ifjúsági otthonba pénteken 9 órától. A tanfolyam ugye intenzív, mint ahogy a neve is mondja, délelőtt 3 órát fogunk tartani, és délután 3 órát.
vasárnap este 6 órai kezdettel pedig az egész heti tanfolyamnak a bemutatójára kerül sor itt az ifjúsági otthonnak a nagytermében, úgyhogy erre a bemutatóra is sok szeretettel várunk mindenkit, ahol be fogjuk mutatni azokat a koreográfiákat, illetve a kötélugró gyakorlatokat, amiket megtanultunk a hét folyamán. Már a 11. fészek nagycsaládos tábort szervezték Horgoson. A múlt héten tartott táborban több mint 50 gyermek játszott, vett részt a programokon. A túrutanyán ott jártunkkor éppen a zentai gyermekbarátok játszottak a táborlakókkal. Az ügyességi játékokat versenyekkel, vetélkedőkkel tarkították. Megvan! Gyorsan mondja, aki hamarabb mondja, az győz. Vizes! Pohár! Bravo! A szervezők, a nagycsaládos egyesület tagjai a mozgást, a játékot tartják a legfontosabbnak. Erről szólnak ezek a napok. Nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekek részére legyen egy kis kikapcsolódás ebben a nyári hónapokban, amikor az iskola szünet tart, és hogy kimozdítsuk őket a szobából, a komputer elő, ezen fekszik ugye a hangsúly, hogy ne bent legyenek a szobában, hanem kint játszanak, és hogy megismerjék a kinti játékokat, hogy igenis tudunk kint is nagyon jókat játszani, nem csak a számítógép előtt. Még a nagy hőség ellenére is. Természetesen, ugyanis itt nagyon sok alkalom van arra, hogy olyan játékokat játszanak, amit hűvösben is lehet játszani, és akkor nincsenek kitéve a napszúrás veszélyének. Az általános iskolás korosztályú gyerekek csoportokban vetélkedtek és csoportvezetőket kaptak. Az egyik közülük a magyar kanizsai Kávai Konrád. 14-en vagyunk a csoportban, 14 gyerek 14 féle kép akarja megcsinálni a feladatot, 14 féle felé szaladnak, és hát kicsit nehéz összefogni, de hogyha egyszer sikerül, onnantól már könnyű. Ebben a nagy hőségben, ebben a nagy melegben mi érdekli leginkább a gyerekeket? Leginkább a vízicsaták, a vízilufi csaták, a locsolás és a hűsölés. A vizes játékokat valóban imádták a gyerekek, a zentai vendégek pedig egész délelőtt vidám, színes játékokkal szórakoztatták őket. Nagyon szeretjük a mozgásos játékokat, és nagyon szeretnénk, hogy a gyerekek visszaszoknának a természetes anyagok való játszáshoz. Ezért nagyon sok játékot kitalálunk, ami fából van, a zsákbaugrálásos zsák, tehát minden olyan, ami egy kicsit vissza a természethez, hogy el a... És ami még nagyon fontos, hogy jó érezzék magukat, és hogy játszva, az is a mottunk, azt hiszem a honlapunkra azon ráírva, hogy felnőni játszva. Tehát, hogy játszanak a gyerekek, mert a mai gyereket azt veszük észre, hogy kis felnőtteknek tekintsük, aki angolul tud, tornázni tud, mindenhöz ért, csak éppen játszani nem tud. És azért szeretnénk, hogy visszatérjenek az eredeti, hogy gyerekek legyenek. A gyermekbarátok köre 1978-ban alakult. Több szakosztályuk van, és 15 aktív taggal működnek. Örömmel várnák a fiatalok segítségét. A nagycsaládos egyesülettel még azért működünk együtt, mivel ahol nagycsaládot gyerek is van, tehát akkor ránk szükség van. Egyesületünk önkéntesekből áll, tehát mi ezért nem kapunk csak egy mosolyt, de ez nekünk nagyon-nagyon jót tesz. A táborba Magyarországról is érkeztek gyerekek. A röszkei 8 éves Bújár Dani először van itt. Úgy kerültem ide, hogy ez egy tábor egyébként is, ide beíratott anyukám. Egy hetes tábor is, itt alszok sátorban. Nagyon jól érzem magamat, meg minden oké. Jót játszok a haveraimmal, és jók a zenék, amit betesznek. A fiúk egymás után jelentkeznek a televíziós szereplésre. Nekem tetszik, hogy ugye sátorban alszunk mindig, hogyha esik, akkor bebírunk menni, de nem muszáj. És hogy az, hogy vannak ilyen csapatok, mindig lehet versenyezni, meg barátkozni, meg minden. Itt találkoztál-e olyan játékkal, amiről eddig nem tudtál, vagy amit eddig nem játszottál, és itt hallottál róla, itt játszottad először? Igen, mi szoktunk métázni, az szinte olyan, mint a baseball, csak olyan magyarosan. Azért egy horgosi résztvevőt is találtunk. Engi Viktor már visszatérő vendég a táborban. Neked eddig melyik volt a legjobb programod? Ez a mostani, játszottunk ilyen vizes játékokat is. Ebben a melegben az nagyon jól esik, gondolom. Szereztetek-e itt barátokat? Gondolom vannak ismerősök, de vannak olyanok is, akik ismeretlenek. Igen, nagyon sok barátot szereztem.
A tábor résztvevői hozzájárulást fizettek, ám így is szükség mutatkozott a támogatók segítségére. Próbáltunk támogatókat szerezni a táborunk részére, és nagy öröm volt számunkra, hogy az idejében a Tiszakóp is támogatott bennünket, továbbá Dondonpékar a Szabadkáról, egy-két privát támogatott bennünket, és a termelők, a fő támogatóink, akik minden napra ellátták a gyerekeinket nagyon sok-sok gyümölccsel. Ez az egész évi munkájuknak, tevékenységüknek az egyik fénypontja a nyári nagycsaládos tábor. Mire készülnek legközelebb, és még az év végéig milyen aktivitásokra lehet számítani? Hát tervezünk még kerékpáros kirándulást, családi vasárnapot, szeretnénk az állatkertbe majd elmenni. Igaz, hogy az Sinóval volt betervezve, mostanában pedig a Sinó nem közlekedik, úgyhogy majd meglássuk, hogy ez hogy fog összejönni, de szeretnénk. És hát aztán ugye már ott karácsony előtt lesznek még kézműves foglalkozások, és a betlemes próbák, készülünk ugye majd a betlemezéssel karácsonyra. Általános és középiskolás fiatalok számára szervezett nyári tábort a kanizsai cserkész csapat. Július 4. hetében a vízitelepen elméleti és gyakorlati oktatást tartottak a helyi cserkészek. A tartomány szinte minden szegletéből érkezett cserkészek sokat tanultak egymás nyelvéről, kultúrájáról, zenéjéről, de a nemi egyenjogúságról is készült egy számukra szervezett előadás. Azon belül, hogy versenyeznek, az összeformáljuk egy csapattá, és egyszerűen hallanak a másiktól arról, hogy ők hogy élnek, ők mit csinálnak, és ez összeformálják egy csapattá, és versengenek egymással a nyári játékok serlegéért, valamint hasznos dolgokat tanulhatnak a kenuzással, mert ez a mi csapatunknak is egy nagyon szerves része, hogy kenuzunk, mivel mi vízi cserkészek vagyunk, ezért a nap egyik felében előadásokat, műhelymunkákat csinálnak, a nap másik felében viszont hallgatnak egy elméleti előadást a kenuzásról és a vízi közlekedésről, utána pedig vízre szállunk, és ezek, amiket meghallgattunk, azokat gyakorlatba is átültetjük. Ennek mi is szemtanúi voltunk. Az egyik csapat már előttünk elindult, a többiek pedig kenuba szálltak és a homokos part felé tartottak. A kenuval való közlekedést hosszabb távon is gyakorolják majd, hiszen a játékok zárásaként a Majom-szigetre kirándulnak, és két napot ott is töltenek majd. Az ebbe a táborba jelentkezett cserkészek többsége már ismerte a kenuzás alapjait, de páran az alapoktól indultak. A barátnőm invitált el ebbe a táborba, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az ideje megtanulnom kenuzni, meg hát a Tiszapart az azért Tiszapart. És ott azért sokkal jobb a hangulat is, meg hát újabb barátokat szerezni, régiekkel jobban összefonódni. A kenuzásról mi magunk is sokat megtudtunk a cserkészektől. Jó ezt tudni mindenkinek. Amikor valaki beleül a kenuba, az úgy megy, hogy a kenu közepére kell belépni, és szárazföldön nem szabad, csak a vízen. Mert hogyha szárazföldön lépünk be, akkor eltörhet a kenu gerince, az a közepén, ami van egy sáv. A vízen úgy, hogyha hárman vannak egy kenuba, akkor úgy kell ülniük, hogy eloszoljon a súly. Hogyha valaki jobb oldalt ül, akkor másik kettő bal oldalt ül, vagy fordítva. Az előadások is jól sikerültek, és hasznára váltak mindenkinek. A műhelyi munkákat eddig a női férfi egyenjogúságról, nemiségről apró Piroska tartott előadást, valamint Bús Vukovics Szuzanna, Nagykacson Simonetta tolerancia és csapatépítő játékokat tartott nekik, hallgattak előadást elsősegélyről, valamint a Magyar Kanizsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület belesegített abba annyiban nekünk, hogy tartottak egy nagyon hasznos tűzvédelmi és a tűzgyújtással előadást, mivel cserkészek ugye tűzzel is dolgoznak, és ez nagyon hasznos, hogy mire kell odafigyelnünk, amikor tüzet gyújtunk. Valamint a kenuzásról és a nautikáról szóló részt dr. Kaszás Károly tartotta az elméleti részt, a gyakorlati részét pedig a csapat tagjai. A cserkészek nyári táborát a tartományi, oktatási, közigazgatási, jogalkotási, nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta. Az idei strandszép rendezvényre augusztus 2-án 20 órától kerül sor a Magyar Kanizsai Tisza parton. A Magyar Szó oldalain már láthatták a benevezett hölgyek, lányok fotóit,
Vasárnap azonban élőben mutatják meg bájaikat a közönségnek. Minden egyes fellépő ajándékot kap, függetlenül a zsűri értékelésétől, illetve a kapott szavazatok számától. Az est sztár vendége Berecki Zoltán, énekes színész, a belépés pedig díjtalan. A szervező a Magyar Szó és a Magyar Kanizsai Önkormányzat minden látogatót szeretettel vár. Elindult Vajdasági körútjára Tanya Színház csapata. Idén a társulat Gárdonyi Géza a Bor című művét viszi színre László Sándor rendezésében. A fiatalok augusztus 2-án vasárnap Tótfaluban, 3-án hétfőn Martonoson és 4-én kedden Magyar Kanizsán a Kanizsai Ártéren a Volt Potiszja nyaralóban vendégszerepelnek este 8:30-tól. A Magyar Kanizsai vendégszereplést a Kanizsai Kör, az Ifjúsági Szövetkezet, a Kanizsa Cserkész csapat és a Texas vendéglő támogatja. U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija i realizacije projekta Uspostavljanje mađarsko-srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi u Kanjiži je 24. jula na upotrebu svečano predato novo pristanište na reci Tisi i plovila koja će služiti za funkcionisanje rečne granične policije i za vanredne situacije. Presecanjem vrpce novo pristanište na Tisi na upotrebu su predali predsjednik Kanjiške opštine dr. Mihalj Bimbo i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vojvodine Branislav Bugarski. Projekat prekogranične saradnje i sredstava Evropske unije je vredan 1,5 milijuna evra, od čega je udeo Kanjiže 200.000 evra. Vodeći partner projekta je Evroregionalna razvojna agencija DKMT iz Mađarske u partnerstvu sa pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vojvodine, Direkcijom za vodoprivredu Donjeg toka Tise iz Mađarske, Policijskom upravom Županije Čongrad iz Mađarske i lokalnom samoupravom opštine Kanjiža. Iza nas je period od 2 godine u kojem smo realizovali veoma važne aktivnosti i uspostavili saradnju sa institucijama u čijem delokrugu se nalazi rečna međunarodna plovidba, rečni turizam i špedicija na rekama. Razvoj ovog pristaništa kao i izgradnja plovnih objekata u buduće omogućit će da se na reci Tisi formira značajni putnički saobraćaj i verujem da smo otvorili nove perspektive za razvoj rečnog turizma. U Kanjiži u cilju razvoja i proširenja postojećeg pristaništa realizovana je nabavka 3 pristana i 3 broda za podršku rada pograničnih organa. Radovi su prilikom svečanog otvaranja još bili u toku jer, kako je rekao predsjednik Bimbo, zahtevnost projekta i ispoštovanje najviših evropskih standarda u tehničkom, tehnološkom i kvalitetnom smislu su uticali na pomeranje roka završetka. Pored Evropske unije u sufinansiranju projekta je učestvovao i pokrajinski sekretarijat za financije. Kao što je poznato, prekogranična saradnja Srbije i Mađarske je za Vojvodinu izuzetno važna, jer smo od 2007. do 2013. godine zajednički imali budžet na raspolaganju od 50 miliona eura koje smo vrlo uspešno iskoristili. Ovo je jedan od primera kako se uspešno mogu koristiti ta sredstva. Uzimajući u obzir saradnju sa našim mađarskim komšijama, 360.000 eura smo uložili u izgradnju ovog pristaništa i nabavku 3 plovna objekta, od toga je jedan čamac za policiju i 2 za vanredne situacije koje će biti predati opštini na korišćenje, iz razloga da stvorimo preduslove i da oživimo reku Tisu, da stvorimo preduslove za jaču međunarodnu i međuregionalnu saradnju. To konkretno znači da sa partnerima iz Mađarske radimo na tome da reka Tisa postane međunarodni plovni put, jer na osnovu toga onda gradimo društvene i ekonomske potencijale celog Potisja i sa Bačke i sa Banatske strane, i to je jedan od naših vrlo važnih ciljeva. Isto tako u daljoj saradnji ćemo da objedinimo ponudu i za jedinstven turistički projekat, odnosno proizvod, ponudimo potencijalnim gostima kako bi podigli ukupnu atraktivnost. Pokrajinska vlada će i dalje da investira i radi sa svojim
komšijama na izgradnji infrastrukture, opremanja marina i podizanja svih onih uslužnih kapaciteta, tu mislim na ugostiteljske i hotelske smeštene objekte, kako bi ukupna konkurentnost Potisja bila veća. Bugarski je naglasio da će se ulagati i u kapacitete koji će omogućiti oživljavanje transporta robe na reci Tisi. U restoranu Balkan na Štrandu direktorka regionalne razvojne agencije DKMC Ester Čokaš je predstavnicima medija predstavila aktivnosti koje su u tokom dve godine od maja 2013. do kraja jula 2015. godine realizovane u okviru ovog projekta, od edukativnih sadržaja, kurseva za učenje mađarskog i srpskog jezika za pripadnike pograničnih službi, promocije turizma na Tisi do izgradnje infrastrukturnih objekata basenske luke u Segedinu i pristaništa u Kanjiži. Da se ova deonica Tise otkrije za turizam doprineće petojezična publikacija, a za predstavnike vojvođanskih medija priređena je plovidba brodom i obilazak objekata izgrađenih u Segedinu. U Kanjiškoj opštini su u toku radovi na revitalizaciji atarskih puteva, a za poljoprivrednike je aktuelno podnošenje prijava za besplatnu hemijsku analizu zemljišta. Na konferenciji za novinare o tome je govorila članica opštinskog veća Kanjiže za resor poljoprivrede Monika Halas. Nakon uspešno sprovedene procedure javne nabavke, izvođač radova Voj put iz Subotice je započeo radove na putevima. Umesto predviđenih 20 miliona dinara ugovoreni su radovi u vrednosti 15 miliona dinara, od čega su većinom namenska sredstva od prihoda koji opština ima od davanja u zakup državnog zemljišta, a drugi deo je od namenskih sredstava koje kompanija NIS obezbeđuje za opštine i puteve koje koristi za svoje potrebe i degradira ih, pa se iz tih sredstava obnavljaju putevi. Ove godine radovi se izvode u katastarskim opštinama Kanjiža, Velebit, Orom doline i Male Pijace, tako da oko 13 km puteva će biti revitalizovano prilikom ovih radova. U pitanju su radovi koji nisu mogli da se izvedu, koji poljoprivredni proizvođači sami nisu mogli da obave kada su u pitanju popravke atarskih puteva, nego je potrebna jaka mehanizacija i teške mašine za popravku, ovu vrstu popravke puteva. Osim toga, i poljoprivredni proizvođači i u samoj organizaciji, oni sami i popravljaju letnje puteve i zemljane puteve, što im takođe refundira opština, ali to kroz fond za razvoj poljoprivrede opštine. Takođe im, dakle, finansira, ali tu troškove goriva za one radove koje oni izvode o sopstvenom trošku. U toku su prijave poljoprivrednika za besplatnu analizu zemljišta, za koje se mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači koji imaju parcele na teritoriji opštine Kanjiža. Ove godine opština finansira analize 1500 uzoraka zemljišta, pri čemu jedan proizvođač može da iskoristi najviše 10 uzoraka, a jedan uzorak se može odnositi maksimalno na 5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ovu akciju radimo već treću godinu. Ove godine 1500 uzoraka smo namenuli baš zbog toga što je prošle godine bilo 600 uzoraka, a odziv je bio veoma veliki. 600 uzoraka nije bilo dovoljno, to smo mogli videti. Ove godine 1500, nadamo se da će zadovoljiti potrebe proizvođača, ali takođe lokalna samouprava planira da nastavi sa ovom vrstom podsticaja, jer je jako važna za poljoprivredne proizvođače kada odlučuju o tome koju vrstu agrotehnike će koristiti u budućem periodu. Veliki je odziv i ove godine, 1500 uzoraka, to je ipak jedan ograničeni broj, i po redosledu prijave će biti uzimani uzorci u jednoj katastarskoj opštini. Naravno, neće se ići u razne katastarske opštine istog dana da bi održao se taj redosled prijave, nego će u okviru jedne katastarske opštine se gledati redosled prijave. Da, poželjno je da se požuri sa prijavama, jer je, kako sam rekla, odziv prilično velik.
Poljoprivrednici prijave za besplatnu analizu zemljišta podnose u Kancelariji za ruralni razvoj u zgradi opštinske uprave u Kanjiži, Kancelarija broj 16. Prilikom prijave od dokumentacije potrebno je podneti tačan katastarski broj parcela na kojima se traži uzorkovanje tla i unapred pripremljen plan setve za naredne 4 godine. Preduzeće Kanjiža Turizam DOO i njen Hotel Art u Kanjiži od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije je dobilo bespovratna sredstva u iznosu od 3 miliona i 100.000 dinara. Konkurs je bio raspisan isključivo za lokalne samouprave radi podizanja kapaciteta i kvaliteta turističke ponude. Od ovog iznosa 10% obezbeđuje opština Kanjiža. Ugovor je već potpisan, a posle javne nabavke do sredine oktobra bi trebalo da se završe radovi. Cilj ovog projekta je da naši gosti u hotelu dobiju taj nivo usluge koji zaslužuje hotel sa 3 zvezdice, dakle taj doručak da bude uslužen u jednom prostoru koji će ih svakako oplemeniti, a sam prostor kuhinje će da bude opremljen na najvišim mogućim standardima prema HACCP-u, kako to već HACCP zahteva od nas. Na neki način sa ovim sredstvima ćemo moći da unapredimo ukupnu turističku ponudu i naše grada i naše opštine. Art Garni hotelu ovog mjeseca posle 3 godine ponovo izdate licenca za rad od strane ministarstva i dalje nosi 3 zvezdice i naziv Garni, što znači da uslužuje doručak u smeštaj. Što se tiče same rekategorizacije, znači nakon 3 godine kako poslujemo kao Art Garni hotel, imali smo obavezu da ponovo potvrdimo svoj nivo sa 3 zvezdice. Komisija koja je došla iz Ministarstva turizma je potvrdila da i dalje možemo naredne 3 godine da nosimo sa ponosom tablu Art Garni hotela sa 3 zvezdice, tako da i dalje nudimo vrhunsku uslugu i vrhunski smeštaj za sve naše goste grada i opštine. Postoji više pravilnika koje moramo da sledimo i svi ti pravilnici s vremena na vreme poprimaju neke druge oblike i dobijaju se neke novi parametri koji se moraju slediti i mi smo to pratili i sve te neki uslovi koji zahtevaju pravilnici o uređenju i kategorizaciji su sa naše strane odrađeni, tako da nije se desilo to odjedanput, nego mi se za kategorizaciju spremamo od prvog dana, tako da od danas možemo slobodno reći da se i dalje pripremamo i pratimo svaku promenu što se tiče kategorizacije za narednu koja sledi opet za 3 godine. Art Garni hotel u Kanjiži ima 12 soba, od čega 3 apartmana. Više od polovine gostiju dolazi iz inostranstva, tačnije 56%. Hotel se može pronaći i na stranicama velike međunarodne mreže za rezervacije booking.com i prošle godine gosti ovog hotela su ocenili od maksimalnih 10 sa ocenom 9,6. Nije bilo velikih požara u opštini proteklih mjeseci, a ovogodišnja žetva će proteći u sasvim normalnom redu, saznali smo od predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Vatrogasci nisu imali velikih intervencija. 2 puta su intervenisali naši vatrogasci okoline Velebita, to od kombajna se zapalio žito, suva trava, i zahvaljujući brzom intervencijom to je lokalizovano u odgovarajuće vrijeme. Tako da 9 puta ovog mjeseca imali smo intervencije na raznim lokacijama, to samo računajući kanjiške vatrogasce. Naravno da Horgošani, Oromčani isto su dejstvovali po njihovim terenima. Tako da dosta smo, lako smo prošli tu, ovog za vrijeme žetve, da nismo imali neke veće požare, tako da čuvaju ljudi. Zahvaljujući tome da smo bili na terenu i za vreme kontrole kombajna, traktora, učinili su ono što po zakonu i treba. I ja mislim da i dalje bi trebalo da koriste hvatače varnice, zato što je jako toplo i samo iskra može da zapali i da dođe do požara. Meteorolozi i dalje najavljuju velike vrućine i nedelje kada ćemo morati biti na oprezu u prevenciji požara kako u naseljima, tako i u ataru.
Poljoprivrednice savjetujemo da te slame na velike količine da ne lageruju na jedno mjesto, nego to malo da se odvoji, da rasporedi, tako da ako slučajno dođe do požara, da to bar nešto može da se spase od toga. Ali kod kuće, naravno, sad velike vrućina, pa najviše problem da je ventilator i rasledni uređaj, tako to treba pogledati detaljno te kablove i utičnice i tako dalje. Za vreme žetve je uvedeno stalno dežurstvo na teritoriji cele opštine Kanjiža i u narednim mjesecima se također može računati i na vatrogasce. Profesionalna jedinica broji sad 600 ljudi, tako da moramo i mi malo da pomognemo na terenu, Horgoš. Znači svi dobrovoljno vatrogasne društve su opremljeni, rade po dojave, svi smo na terenu po zahtjevu. Jovan Čubrilo još dodaje da stalno uvedena zabrana loženja vatre u opštini kao preventivna mera protiv požara. U produkciji regionalnog kreativnog atelja u Kanjiži privodi se kraju rad na novoj predstavi koju pripremaju mladi poklonici pozorišne umetnosti. Predstava Medeja na mađarskom jeziku je po starogrčkoj antičkoj drami koju je obradio na neki novi način Davi Čeh, mladi reditelj iz Budimpešte. U komadu igraju mladi umetnici iz Kanjiže, Senca i Novog Sada, a predstava se realizuje i sa saradnicima iz Budimpešte. Bez obzira što ga zovemo kao produkcija regionalnog atelja, i to je jedno i finansijski skroman projekat gdje i sami glumci i sam reditelj donekle finansira ovu produkciju. Radi se iz celog srca, mogao bih to da kažem, što u ovim teškim vremenima, ovo kad oko nas sve okružuje neka ružnoća, može biti važna i zato i očekujem publiku da nam dođe 8. avgusta kad je premijera u maloj sali Doma umjetnosti od 20 časova, da imamo i neki lijepi doživljaj ovdje u centru, ne samo ono što s čime se susrećemo svaki dan. A komad je inače interesantan i za oni koji neće razumjeti tekst na mađarskom, što je u velikoj meri bazira se na japansko tradicionalno no teatar, znači puno plesa, koreografije i lepote tih starih pokreta će vidjeti publika, koji radi Kiš Aniko, naša koreografkinja, koji već sad zadnjih godina, evo tu je u Kanjiži, ali sarađuje sa raznim pozorištama od Beograda, Maribora, Subotice i Budimpešte. Znači to je jedna mala produkcija, vojvođanski i budimpeštanski autori su to zajedno uradili, znači Medeja 8. avgusta ovdje u maloj sali Doma umjetnosti, svakoga srdačno očekujemo. Predstava se realizuje u produkciji regionalnog kreativnog atelja iz Kanjiže uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje Vojvodine, Nacionalnog fonda kulture iz Mađarske i lokalne samouprave opštine Kanjiža. Premijerno izvođenje komada Medeja bit će 8. avgusta u 20 sati na maloj sceni Doma umetnosti u Kanjiži, a za posetioce ulaz je besplatan. Tradicionalni letnji kamp Rvačkog podmlatka održava se u Kanjiži u organizaciji Rvačkog kluba Potisje. Kamp je otpočeo 25. jula i traje do 1. avgusta, a domaćini iz Rvačkog kluba Potisje, pored sopstvenog podmlatka, najmlađih, mlađih i starijih pionira i pionirki, uključili su njihove vršnjake iz Sente i goste iz Segedina i Duna Harastija iz Mađarske. Oko 50 mladih Hrvača svakodnevno dva puta trenira u fiskulturnoj sali osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Sa njima rade treneri Šandor Ujhelji iz Rvačkog kluba Potisje, Mikloš Molnar iz Sente i gošća Petra Leko iz Duna Harastija, a na treninzima se najviše vremena posvećuje tehnici rvanja. Za 45 dece boravak je organizovan u školi, a nekolicina najmlađih Hrvača iz Kanjiže na treninge i druženje sa učesnicima kampa dolazi od kuće.